Sziasztok üdvözöllek titeket újra a csatornámon, elhoztam nektek a következő videót, ami nem, nem, ami nem fog másról szólni. Mint egy mai napig megoldatlan a rejtéről. Ugye ez a tragikus esemény óta eltelt már több mint 60 év, hogyha a hónapokat is figyelembe veszük és azért elég durva, hogy még a mai napig nincs rá megoldás, semmilyen fajta megfejtés. Egyedül találgatások meg ötletek vannak, hogy mi miatt következheted be. Ugye ez a tragikus esemény 1959 éve történt, amikor pár egyetemista hallgató, de már nem voltak mind egyetemista hallgatók, mert közülük hatan jártak csak egyetemre, hárman már végzett mérnökök voltak, plusz volt egy személy, aki a felkészülés végén csatlakozott hozzájuk. Ugye úgy döntöttek, hogy az új évet egy eléggé megterhelő sírtórával fogják indítani. Ugye ez egy közel 200 km-es túra lett volna, ahol elsősorban ugye sí túra lett volna, de lett volna benne hegymászás is. És ugye, hogyha kicsit jártasak vagyunk az orosz, vagyis hát akkori Szovjetuniónak a területeiben, ugye a maga az Urál az eléggé hatalmas, plusz ugye nem éppen barátságos időjárási viszonyok uralkodnak, ugye Éjszaka mínusz 30-40 fok is lehet napközben, a bőve sokszor mínusz 10 fok fölött van a hőmérséklet, így azért tényleg egy elég megterhelő túrának néztek elébe. Ugye az egész azzal kellett kezdeniük, hogy az egyetemnél, meg a pártnál is megkérik a megfelelő engedélyeket a túrához. Ugye a párttól az engedélyt, hogy beléphessenek arra a területre, az egyetemtől meg ugye az, hogy távol maradhassanak a túraidő szakára, mert ugye egy több mint két hetes, hát egy kéthetes túrát, túrát terveztek, a két hét alatt akarták teljesíteni ezt a 200 kilométert, aminek a vége a Mansi törzs, ahogy nevezi a Konyácszhál, ma magyarra fordítva a Halálhegy lett volna, egészen találó név szerintem. Így nézve, ugye a Mansi törzs azért adta ezt a nevet ennek a hegynek, mert ugye Előbbi, előtte is már nagyon sok törzs taguk meghalt, eltűnt azon a helyen, így ezért adták neki ezt a nevet. És ugye a túrázók is ugye ezt a helyet tervezték a túra végére, és akkor onnan terveztek visszatérni. De sajnos betört, megtörtént ez a tragikus esemény, és ugye nem tértek onnan már vissza. De ne is ugorjunk ennyire előre, nem kezdjük a legelén. Ugye megkérték az engedélyeket, meg is kapták aminek valószínű nagy befolyásoló tényezője volt, hogy úgy gondolták, hogy még nagyobb sikerrel fogják megkapni, hogyha a túrát a párt 21. ülésének fogják felajánlani, így ezzel bizonyítva, hogy jó kommunisták, jó hazafiak, ami akkoriban azért eléggé fontos volt a Szovjetunióban minden ember számára, hogy így gondolják, hogy ők jó emberek, jó pártagok. És ugye mondjuk nem volt mindegy, mindegyik ők már egyetemista hallgató, mert csak hatan jártak közülük egyetemre még, de köztük is Igor Gyátlov, az, az esemény, ez a tragikus esemény kapta nevét, ő is már végzős, éves rádiótechnikai kar hallgató volt. Hárman meg már ugye rendelkeztek állással, ugye mivel végeztek az egyetemen, mindegyik ő mérnöknek tanult. És a felkészülés vége fele csatlakozott hozzá, ők aki ugye az egész csapat számára ismeretlen volt, nem ismerték őt. Ő ugye egy eléggé külön személy volt, ugye akkoriban azért nem volt divat a tetoválás, mert teljesen máshogy vélekedtek róla, mint a mai nap, manapság. De az ő testét ugye nagyon sok tetoválás borította, nem is, nem is értették, miért csatlakozott a csoporthoz, vagy mire akar csatlakozni hogy azt tudni lehetett róla, hogy ő a szovjet belső elhárítás embereként tevékenykedett, szóval ez is már elég érdekes tény, hogy egy ilyen ember miért akkor egy teljesen ismeretlen társághoz csatlakozni egy ilyen túrára. Na mindegy, úgyhogy ez egy elég érdekes kezdés volt. Ugye megkapták az engedélyt, meg, megszerezték az összes felszerelést, és akkor el is indultak január 59. január 23-án Sverdlovskból. Ugye többször át kellett szállniuk, ugye vonattal mentek, ugye akkoriban még nem voltak olyan modern közlekedési eszközök, mint manapság, és akkor pár nap alatt elértek Vizsajba, Vizsajba eltöltöttek egy éjszakát, és másnap teherautón indultak észak felé, majd pedig 27-én megkezdték a gyalogszerrel a túrát, a, ugye és akkor innentől kezdve kezdődik érdekesnek a történet. Ugye 27-én elindultak, de 27-én az, az, egyetlen túlélője a csoportnak, Juri Ugyin, ugye megbetegedett, ugye eléggé beteg lett, magas lázzal járó betegséget szem, ö, nem szenvedett, hanem lett. És ugye, ő úgy gondolta akkor még, hogy azért tudja folytatni, és majd idővel jobban fog Érezni, jobban fogja érezni magát, de ez sajnos nem így történt, egyre az állapot helyre romlott, így 28-án úgy döntött, a többiekkel egyeztetve megbeszélve, hogy ő nem akar kolonc lenni, vagy nem akarja hátráltatni a csoportot a túra sikeressége véget, ezért ő visszafordul. Így valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy ő lett az egyetlen túlélője ennek a csoportnak. Ugye amit ő nála volt, ugye meleg ruha, meg ét, ét, ételek, ugye azt a többiek között, mert azért ez eléggé fontos a meleg ruha, hogy mindig legyen, és hogyha van egy kis plusz, az sose baj. És ez a baj, hogy innentől kezdve a túráról már csak a napló meg a megmaradt fényképanyagok tudják azt, hogy mi történt, mikor, hol történt. Mert ugye idáig ugye Eugene el tudta mesélni, volt személyes beszámoló, mert ugye velük volt, de onnantól, hogy Judin ugye visszafordult, így nem, onnantól kezdve már csak ezek maradtak. Ugye Judin visszatért, és ugye ő megkérték, hogy szóljon a vizsajba, hogy valószínűleg egy párnapos késés lesz, így az előre beígért február 12-i jelentkezés, ugye ezt adták meg, hogy február legkésőbb február 12-én rádión vizsajból szólnak, hogy sikeres, sikerült a túra. De így ugye üzenet, üzen, hogy ne, egy pár napos késés lesz, így valószínű nem február 12-én fognak bejelentkezni. Mint tudjuk így visszatekintve sajnos ez a bejelentkezés soha nem történt meg, mert sajnos mindannyiuk tragikus halált halt megmagyarázhatatlan körülmények között. Elég jó hangulatú túra volt, így úgy én szerint, meg a napló bejelzések szerint is elég jó időket is futottak. És ugye, hát igaz, nem akarok jobban belemenni az részletekbe, hogy mikor merre, mert nem egy földrajzórát szeretnék, hanem a részletek, részletekbe nem belemenni, hanem így nagy vonalakban elmesélni az érdekesebb részeket. És ugye február 12-én tényleg nem történt meg ez a bejelentkezés volt, de senki nem kezdett el aggódni. Mert ugye én üzent, hogy pár napos késés lehetséges. És így a szülők sem, meg úgy senki nem aggódott, hogy van valami probléma, vagy valami probléma lehet. De már amikor egy hetes, hete nem történt meg az a megígért bejelentkezés, így a szülők elkezdtek aggódni, hogy vajon mi történhetett, miért nem jelentkeztek be. És ugye elkezdtek közbejelenni, hogy legyen valami az ügyben, kezdjék el keresni, mert kezdjék el a kutatást. Így megkezdődött a kutatás. És ugye sajnálatos módon és elég nagy területet kellett átvizsgálni, egy közel 4400 négyzetkilométernyi területet kellett utánuk átfészülni, hogy, meg, hogy meglegyenek. Azért ez egy nem kis terület, úgyhogy elég kicsi volt a valószínűség annak, hogy valamit is találnak, de miha ugye február 26-án megtalálták az utolsó táborhelyt, ami még több kérdést vetett fel, mert eléggé furcsa körülményeket találtak ott az utolsó táborhelyen, hogy kezdődött ott, hogy a sátrak nem úgy voltak már felállítva, mint hogyha egy profi tapasztalt túra, túrázva állította volna föl, ez volt az első furcsaság. A következő furcsaság, ami tényleg még furcsább, hogy a sátrak belülről késsel voltak felvágva. Itt már szerintem ők is sejtették, meg a kutatócsoport is sejtette, hogy itt sajnos életben nem fogják őket már megtalálni, de ugye keresték, ugye muszáj volt megtalálni őket. Ami meg is lett, a sátortól körülbelül 900 méterre, egy 5-6 méterre lecsupaszított fenyőfa alatt megtalálták az első 5 holtestet, ahol, akik, ahol még több kérdés vetődött fel, mert még furcsább vagyis hát nem is még furcsa, hanem elég furcsa a körülmények között, meg elég furcsa holtesteket találta. Ugye két holtesten nem volt cipő, három holtesten csak alsó nemüt viseltek, így azért ezek elég sok kérdést felvetnek. Ráadásul Zinyaida mellett vércseppeket is találtak, de ami, amit ugye az orvos szakértő megállapított, hogy ez egyik őjüktől se származott, ez egy teljesen más szemétől, de ugye ez a mai napig nem derült ki, hogy ki volt az a személy, akitől azok a vércseppek származtak. És ugye még nagyobb érdekesség, hogy volt amelyiküknek hiányzott az orra, meg egy személynek hiányzott a nyelve hogy ez olyan kérdéseket vetett fel, hogy nem, tud, nem nagyon tudtak rá választ találni. És ugye még érdekesebb, hogy a holttesteknél, mindegyiknél a bőr az narancssárgára színeződött, így ez... Nem is tudom, hogy mi az, amitől a bőr narancssárgára színeződhet. És ugye még négy holttest hiányzott, de az a négy holtest is meglett, ugye a májusi óvodás során ugye egy vízmosás alján megle, meglettek, ott meg még érdekesebb dolgok. Még érdekesebb irányt vette ez a nyomozás, mert ugye a másik négy holtestnél olyan belső sérülések, ilyen bordatörések, a szervek elmozdulása, elmozdultak a szervek, koponya de úgy, hogy egyiküknek se volt külsérelmi nyoma. Nem volt arra nyom, hogy őket valamilyen módon verték, vagy valamilyen eszközzel ütötték volna, így még érdekesebb, hogy hogyan is tört el az ő bordáik, vagy a a belső szervek hogyan csúsztak el. ez er, Erre a mai napig nincs megfejtés, nincs megoldás, hogy ezek hogy történhettek meg. Nem, és valamilyen oknál kifolyólag, ugye mind a 9 volt van miért röngen ugye radioaktív sugárzást is mértek, bár nem tudom, szerintem ez nem egy bevett dolog, mikor holtesteket vizsgálunk, hogy mérjünk radioaktív sugárzást. Ami mér, még érdekesebb, 6 volt testnél mutattak is ki radioaktív sugárzást és a halott kém kimutatta, hogy ö, öt holtest, ötem, ötöknél ki a kihűlés okozta a halált, amit mondjuk nem is tudák, mert a este, az a mínusz 20-30 fokokba alsó cipő nélkül futottak ki a semmibe, így nem csodálom, hogy megfogytak. Háromnál meg ugye a külsérelmi, ugye fizikai sérülések okozták a halálukat. És hát nem tudom, elég érdekes, mert mi az, ami arra vihet tapasztalt túrázót, hogy az éjszaka kellős közepén, úgymond majdnem, hogy full csupaszon, fru, fusson az semmibe, ha úgy nézzük, az életéért fusson. És ami még érdekesebb, hogy a sátor, a sátoroktól a holtestek irányába egy sorban, szabályos sorban voltak a lábnyomok, már ez nem hiszem, hogy elég életszerű, most hogyha menek, egy ilyen csoport menekülne az életért, mert tényleg valószínűleg az életükért menekültek, akkor nem szabályos korban fognak szaladni. Na mindegy. Ez az én véleményem, hogy valószínű, hogy ez egy előre rendezett dolog volt, hogy valószínű, hogy sem is ott haltak meg, meg nem is ott volt a sátor, hanem oda lettek, oda a sátrat és egy olyan ember állította fel, aki nem nagyon ért a sátor állításhoz, pont ezért volt gyanús az, hogy a sátor nem úgy tűnt, mint ahogy profi állította volna, meg ami még érdekesebb, hogy uh, volt neki egy fényképezőgép, amiből a film úgy szintén eltűnt. Ahogy, és ugye az a mai napig nem lett meg, pedig azért az, hogyha ott valahol kiesett volna a fényképezőgépből vagy a táskából, az olvadás során legalább elő kellett volna kerülnie, de a mai napig nem lett meg, mint hogyha valaki kivette volna és eltüntette volna. És ami még érdekesebb, az akkori beszámolók szerint maga a nyomozás eléggé felületes volt, és elég gyorsan le is zárták az egész nyomozást, és ugye utána rögtön titkosították is az, az aktákat, mint a videó elején mondtam, plusz ugye maga ezt a helyet is jó pár évig lezárták, így akárki bejárási kérelmér, vagy valamiért, nem, nem adtak rá engedélyt, senki nem mehetett a oda arra a helyre. Sokáig gyanakodtak a Mansi törzsre, de mert ugye a maga a túra az a Mansi törzs vadász útvonalán ment, és ugye így gondoltak arra, hogy ugye a Mansi törzsre, és ők ezt nem nézték jó szemmel, ezért végeztek velük, bár ez is hamar megdölt, mert nem hiszem, hogy egy benszülött törzs tudna olyan sérüléseket okozni, hogy a bőr narancsárga színű legyen, vagy mondjuk külsérelmi sérülések nélkül legyen belső sérüléseik, meg nem vágják ki a nyelvüket, meg nem lesz a törzsi támadásról radioaktív holtestek. Úgyhogy ez a teória hamar megdőlt, plusz voltak ilyen információk, hogy egy kicsit távolabb pár tú, ugyanolyan túra csoport, az égen furcsán cikázó narancsárga kékes gömböket láttak, ezért van egy olyan teória is, hogy esetleg ufók, vagy, föld, vagy, se, vagy, földön kívüliek, voltak, hogy velük találkoztak, és ők okozták a halálukat. Ez a mai napig, hát ennek vannak, ez, ez bőven elképzelhető, de én kétlem. Meg ugye, soká, ugye ott lóg a levegőben annak a teóriának a is, hogy maga a katonaság, ugye az orosz belső elhárítás okoz, volt a felelős ezért, ami egy elég valószínű, mert ha azt mondjuk, ők kértek útvonal engedét, így nagyon jól tudta a, a párt, vagyis hát a hatóság, hogy éppen hol, mikor, merre kell járniuk, plusz volt egy úgymond lehet, hogy beépített emberük is, ugye Zolatarov, személyben, aki a belső elhárításnál dolgozott, így az elég sok információt tudhattak róluk. De elég érdekes ez, olyan sérüléseket szereztek, nem tudom, kíváncsi lennék, hogy mit élhet, és hát, hogy de amúgy igen, kíváncsi lennék, hogy mi az, ami lejátszódhatott bennük, ami az utolsó pillanatokban, amikor tudták azt, hogy ők az életükért futnak. De szerintem mégis nagyobb kérdés az, hogy mit történhetett velük. Meg ugye az is elég érdekes tény, hogy hirtelen gyorsan kellett titkosítani az aktákat, nehogy valaki hozzáférjen, mondjuk a nyugatiak közül valaki. Elég érdekes. Még a mai napig is sok részlete le van, sok részlete titkosítva van, így nem az egész akta van, Ők, És hát rosszul akartam mondani, bocsánat, ugye egy része még mindig titkosítva van a nagy közönség előtt, így nem az egészet lehet megtekinteni, meg átolvasni. Ez is elég érdekes, hogy valószínű, hogy ott olyan dolgok vannak, amiket nem igen kell -e. szóval normális ember, normál embernek látnia. És pont ezért merül fel bennem, vagy hát azért bennem az a teória a legerősebb, hogy maga ez a olyan dolgot láttak, ami valószínű nem kellett volna, és ennek köszönhették a halálukat. Ugye ez is eléggé köszönhető, hogy akkoriban a, a Szovjetunió atomkísérleteket végzett, végzett ott az Urálba. Ugye eléggé lakatlan és hát nem sokan laktak, meg ugye nem sok ember élt arra a kör, azon a környéken, meg ugye maga a körülmények se olyan voltak, hogy túlnépesedés legyen, így valószínű, hogy ott volt a legcélszerűbb ilyen dolgokkal kísérletezni és lehet, hogy olyan dolgokba futottak bele, amiben nagyon nem kellett volna. És ugye akkoriban a Szovjetunióval, akit el kellett hallgatni, azt el is hallgattatták, így vagy úgy, vagy megölték, vagy munkatáborba mentél Szibériába. Hát itt van szerint, véleményem szerint itt, itt, ez történt, hogy ők olyat láttak, amit nagyon nem kellett volna. Ugye ezzel az eseményel, ezzel a tragikus eseményel több film, hát film is foglalkozik, ugye van készült egy film, a Halálhegy című film. Nem rossz film amúgy, egy fiktív befejezéssel szolgál, ugye ez is egy teória. Nem rossz film, egyszer meg lehet nézni, én nekem tetszik, meg ugye a játék is készült az eseményről, a az a játéknél a kolát, ezzel mondjuk személyesen nem játszottam, de több videót láttam, meg láttam a végigjátszását is, és elég érdekes, meg izgalmas, meg jó hangulata van a játék, és ahhoz képest, hogy egy kis gyártót csinálta, ahhoz képest grafikailag is meg minden hogy teljesen rendben van. Fiktív befejezés mutat be ez is. Ugye itt minden csak fiktív, amíg nincs megoldás az eseményre, addig minden csak fiktív teória lesz, de valószínűleg nem is lesz rá megoldás, így szerintem örökké ez, ez csak egy fiktív dolog lesz. A kivéve, hogyha egyszer valamilyen oknál folyólag Feloldásra nem kerülnek a maradék titkosított adatok, akkor valószínű vagy hát lehetséges, hogy meg ezt meg a megoldás. De szerintem erre elég kicsi az esély. Hát így röviden tömör, tömören ennyi. Én sajnálom őket, mert szerintem nem kellene ilyen módon senkinek meghalnia. Főleg nem úgy, hogy ne legyen rá megoldás. Egy elég érdekes téma volt ez, és köszönöm, hogy megnéztétek a videót remélem tetszik, vagy hát tetszeni fog. Ha tetszik, akkor léci, nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Ha van véleményed a, tő, erről az eseményről, mi azt léci írd le a kommentek között. Kíváncsi vagyok a -e te hogy te melyik teóriát helyezed előtérbe, szerintem szerinted melyik a valószerűbb. Ilyen teóriát előse vettem, hogy Yeti, meg Lavina, mert ugye ilyen teóriák is kerültek elő, de hát azért az nagyon esélytelen, nem hiszem, hogy egy így csinál, ilyet, a lavina meg még a múlt se. Ugye ezeket hamar meg is táfolták, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondolkodtok, mi a ti véleményetek erről a történésről. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ugye a jövő héten nem tudom, egy videó biztos, hogy érkezni fog, de mivel ugye a jövő héten 20-én a karácsony, meg én is ugye Karácsonyozunk, ugye megyünk vendégségbe, így valószínű hogy csak egy videóra lesz időm, az se túl hosszú. De érkezni fog egy videó a jövő héten biztos, egy, de kettő, nem, csak egy. Úgyhogy kellemes kar boldog kar kellemes, kellemes a lábvíz, karácsony az legyen boldog, boldog karácsony szeretnék nektek kívánni, és kellemes ünnepeket. Sziasztok!